Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Ebben a jégbüfében egy nagyon speciális dologról lesz szó. A speciális dolog és a speciális vendég annak az apropóján van itt, hogy néhány nappal ezelőtt el kellett mennem megnézni egy elképesztő helyet Budapesten a László Kórházban, aminek van nagyon szép hosszú neve. Tehát a László Kórháznak az onkológiáján dr. Bodoki György professzornak a speciális osztályát, és ennek az osztálynak volt egy kis ünnepsége. Eszterházy Pétert ezen az osztályon gyógyították, a hasnyálmirigy rákját, és egy kis emlékparkot készítetett Bodoki György, ahol aztán a többi beteg megpihelhet. Az osztály az pedig úgy lett felújítva, hogy én ilyen egészségügyi intézményt, állami egészségügyi intézményt nem igen láttam még életemben. Kortárs képzőművészek alkotásaival vannak tele a falak, arról nem beszélve, hogy a legkorszerűbb, tehát az az alap, hogy a legkorszerűbb kezelési eszközök állnak ott a betegek rendelkezésére, és a környezet az nem csak harmóniát sugall, hanem annak a reményét is, hogy innen élve lehet eljönni. És a kis ünnepségen, ahol megmutatta azoknak az érdeklődőknek Bodoki professzor úr ezt az osztályt, akik elmentek tájékozódni e felől a rendkívül érdekes művészeti hátterű gyógyítási osztályról, ott felszólalt egy ember, egy gyógyult rákbeteg, és annyira érdekeseket mondott, hogy elhatároztam, hogy meghívom ide, és akkor így eljutottunk a mai vendéghez, aki a következő 40 percben, 45 percben el fogja mondani a saját sztoriát, a saját gyógyulás történetét, ami természetesen sokkal bonyolultabb, mint hogyha csak úgy azt mondanánk, hogy egy vastagbélrák megfelelő kezelést kapott, és most hála Istennek itt van Gazsi Zoltán, aki egyébként az Eisbergnek az ügyvezetője, az a más, népszerűen a salátagyáros, mert hogy állítólag ott a kórházban salátagyárosnak hívta. Ne, salátabárónak. Ó, bocsánat, salátabárónak. Vitted be a sok-sok salátát a többieknek? Igen, mindig ott benn volt kezelésé két hetente, akkor mindig elláttam a nővéreket, meg a betegtársakat is, vittem rengeteg salátát, és én tényleg úgy gondoltam, hogy nagyon nehéz munkát végeznek, és így feldobom az ő életüket. Tehát én nem úgy megyek oda, hogy majd nyavajgok, és van nekik elég bajuk nagyon sok beteggel, és ha már ilyen szerencsés a természetem, hogy én ezt így tudom kezelni, akkor egy kicsit én hozok szint az életükbe. Te már rögtön tudtad, amikor belementél a betegségbe, amikor értesültél a saját betegségedről, hogy neked szerencsés a természeted, és ez téged a gyógyulásig fog vinni, ez a szerencsés természeted? Tehát ilyen hihetetlen optimizmussal fogadtad a saját rákodat? Hát az első, amikor megtudtam, akkor azért volt egy mélypont, meg amikor az első lett egy áttét belőle, az volt nekem a legmélyebb pont az életemben. Na most szerintem. Akkor sorba menjünk. Hogy tudtad meg, hogy beteg vagy? Hát mi nagyon sok mindent támogatunk érdekes módon a cég, és úgy, hogy nekem nincs... Ez közül. A te céged, ugye? Nem az én ügyvető vagyok, ez egy svájci cég, egy ügyvető vagyok benne, Svájci. Viszont nagyon sok, nagyon fontosnak érzem ezt a társadalmi felelősségvállalást, és nagyon sokféle ügyet támogatok, a Vakok Intézetet, autistákat, tényleg rengeteg nem sorolnám fel. És köztük az egyik, egy orvos konferenciát, minden, úgy voltam vele, hogy 800 belgyógyászott konferencián van, akkor az jól tesz, hogyha ott vagyunk. Sár, néven egy brandépítés is a egyik oldal, másrészt pedig tényleg ez egy nagyon egészséges termék, és belgyógyászoknál ugye ételről van szó. És ennek a Szalai professzora a koordinátora, és akkor egyszer beszélgettem vele, és ő kérdezte, hogy tényleg Zoli, hány éves vagy te? És mondtam, mint 54, hogy voltál te már kolonoszkópián. És akkor mondtam, hogy hát voltam 40 éves koromban, de hát az nagyon régen volt, és tünetem meg nem is volt. És mondta, figyelj, neked el kell menni, ne szórakozz ezzel, ez egy olyan típusú betegség, amit nagyon jó ki lehet szűrni. És akkor elmentem, ez volt 19 augusztusában, és akkor találtak egy polipot. És akkor azt mondja, de az volt a hihetetlen az egész, hogy azt mondták, hogy nagyon tiszta, semmi a környéken, semmi nem látszik, minden rendben, ahol leszették a polipot, meg is mutatta nekem a pap professzor. És az volt az első meglepetés, amikor kiderült a szövettanon, hogy hát ez sajnos tartalmaz rákos sejteket. És az azért erős volt, hogy na, és az mit jelent ezt? Annyira nem voltam ezzel képben, hogy ez akkor most mit jelent.
És hát az azt jelenti, hogy azt a BL szakaszt ki kell vágni, egy 7 centis szakaszt. De sot én műtöttek a Zsirka professzor úr, és laparoszkópiával. És egy ilyen jó ötletnek tűnt oda akkor, hogy de jó, hogy nem kell felvágni a hasam. Uh-huh. Utólag ez visszanézve nem volt egy jó ötlet, mert nagyon tiszta volt minden, de ha akkor teljesen kibontanak, akkor azért sok mindent megelőzhettem volna. És akkor egy ilyen... Ezt te gondolod, vagy ezt mondták? Hát ez így van, mert a laparoszkópon nem látszik a hashártyán. Ez véleményes, mert én meg hallottam orvosoktól, hogy a laparoszkóppal isten ilyen lehet látni. Igen, ha körülnéz utána mindenfele, de hogy annyira egyértelmű volt, ennek nincs semmi baja, tehát hogy nagyon sima műtétnek indult, kiszedték azt a szakaszt, és minden rendben van, kiszedtek be a nyirokmirigyeket a környéken, és akkor innen jött a következő meglepetés, hogy sajnos ez már átütött a bélfalat, és már benne van a nyirokrendszerben, mert 6 nyirokmirigyből 4 érintett volt. Na és akkor volt az első ilyen mélypont, hogy hát azért bonyolultabb ez egy kicsit, mint én gondoltam. Mert akkor kiderült, hogy újra... Hát akkor azt jelenti, hogy ez mit jelent? Hát ez kemoterápia, és emlékszem, de hogy... kemoterápia, nem kiveszik a nyirokcsomókat, hanem... Hát azt kivették, azt megnézték, és az van, hogy hát igen, a műtét után akkor nekem kapni kell 6 hónap. És tudom, amikor elővettem még a műtét előtt a telefonomat, én mint egy menedzser, ültem a Zsirka professzornál, hogy akkor műtét, és akkor ott elővettem a telefont, elkezdtem lapozgatni. Mikor legyen a műtét? Igen, mikor legyen, azt mondta, hogy azt tegye, majd én mondom, mikor jön. És akkor volt az első, soha el nem felejtem ezt a dolgot, hogy ez a prioritás, ez most akkor nekem egy új világ következik. Tehát nem arról van szó, hogy én mikor illesztem be az életembe, meg a sok meeting, meg utazás, meg nem tudom mi közé ezt a dolgot, hanem hogy ez mindent felül kell írjon. És szerintem nagyon jó volt ez. Múltkor mondtam neki, nem is emlékezett erre a mondatra, ez a szép az egészben. De tényleg ez így volt, hogy ez más világ következik. És ez nagyon megijesztett? Mert engem megrémített volna, hogy egyszer csak kiderül, hogy nem én mondom meg, hogy mi lesz, tehát nem én határozom meg a létezésem feltételeit, hanem valaki megmondja. Hát megijesztett, de én gyorsan regenerálódom, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Tehát hogy ebben a mélypontból nagyon gyorsan vissza tudtam menni abba, hogy na jó, akkor most ez a következő feladat, akkor ezt kell megoldani. És hát akkor ugye oda kerültem a Bodoki professzor úrhoz, és hát az mindenképpen most a bevezető után, hogy ennek számomra fantasztikus ereje van annak a környezetnek. Tehát egy ilyen helyen gyógyulni, ahol ilyen művészeti alkotás, nekem nagyon mást. Tehát, és az a fura, tudod, hogy a nagyon kevesen használták például a kertet. Tehát ott az egy gyönyörű kert, amikor lehetett, még ha rossz idő volt, akkor is mentem ki pokróccal, kifeküdtünk a fűre, és nekem az jelentette, hogy csicserednek a madarak, ott a kis szökőkút. Tehát egy olyan környezet, ahol én azt éreztem, hogy itt meg fog gyógyulni. Nem inkább a betegtársaid sztoriai elől, vagy keserűség elől menekültél ki? De az is benne van, hogy amikor mindenki elmondja a saját baját, hú, nekem pont ugyanez volt, nekem ide ment rá, a tüdőre, erre, arra, és az azt éreztem, hogy ez nekem, az ő történet, ez nem az én történetem. És nem akartam magam belehúzni ebbe a dologba, és volt néhány olyan beteg, akikkel beszélgettem, de azoktól, akik ezt a nagyon negatív spirált mondták, azoktól igyekeztem magam távol tartani. És inkább ez így van, hogy kivonultam. És hát az olyan érdekes volt ott, hogy hogy annyira egyéni a gyógyulás, ezt tanultam meg ebből. Tehát nekem azt mondták például a második körnél, hogy olyan gyógyszert kapok, vagy olyan terápiás szert, amitől hát nagy esélye ki fog hullani a hajam, mert 80 szájba kihullik, és nekem például nem hullott ki. És én már rákészítettem magam arra, hogy hát de jó, mert mondták, hogy azért jó, ha kihullik a hajam, mert az mutatja, hogy milyen jó hat a szer, és akkor a sejt osztódást ennyire blokkolja, de jó, hogy működik a szer. És akkor ezt kellett nekem átfordítani, nekem nem hullott ki a hajam, akkor nem működik a szer, és akkor erre egy újabb stratégiát kidolgozni, hogy hát igen, vannak olyan sejtek, amire hat, valami nem, de az nem azt jelenti, hogy nekem nem hat a megfelelő rákos sejtre. Tehát többször kellett saját magadon belül koncepciót váltanod a gondolkodásodban, hogy hogyan maradjál optimista. Igen, és hogy az, hogy ez honnan jön az én optimizmusom, azt nem tudom, de azt láttam, hogy valószínűleg nekem sokkal könnyebb. Tehát aki optimista, de tényleg, az nem tehet róla, hogy inkább ugye féli üres, féli teli pohár az tipikus esete. Én ezt mindig telinek láttam, és aki meg nem olyan, hiába mondom neki, de lásd telinek, mert nem látja. Hát igen, ebben az értelemben ezzel nincs mit kezdeni, de én azért akartam, hogy mondd el a te történetedet, mert anélkül, hogy valaki az karakterén változtatna, mert én például a félig üresre, azt hiszem, hogy az én alkatom az inkább olyan. Ezzel együtt te olyan racionálisan tudtad felépíteni a saját hozzáadott gyógyítási
nem tudom micsodádat, affinitásodat az orvosi munkához, hogy azt gondolom, hogy azt viszont mindenkinek kell tudnia, mert hogy ennek van szerepe a gyógyulásban. Tehát, hogy racionálisan is tudtad irányítani szerintem azt, hogy mit hogyan fogjál föl abból, ami veled történik. Igen, nagyon hiszek abban, hogy a testet meg a lelket az csak a giotin választja el, de tényleg. Tehát ez nagyon erősen, összefügg ez a kettő dolog. És én valamiben mélyen hittem, és akkor azt mondom, hogy jó, tehát én racionálisan tudok ezen, és utána nézek. Tehát engem érdekelt az, hogy milyen szert kapok, miért azt kapom, az mire hat. És nagyon sok beteg azt mondja, hogy hát valamit kap, azt se tudja, mit csinálni. Kérdeztem, te fogsz ott, én kémia biológia tanár szerettem volna lenni, egyébként agráregyetemre kerültem. Tehát, hogy én agrármérnök vagyok. De hát azért ott is tanítottak neked valószínűleg ilyen kis mikrobiológia. Hát nem tudom, hogy onnan jön-e, vagy nem, de az biztos, hogy így volt, hogy én nagyon hiszek ebbe a test-lélek egységében. És akkor úgy voltam, én elkezdtem beletenni az energiát, hogy megértsem mi ez. Tehát én Bodoki úrtól egyből kaptam egy vastagbél, mi az a 200 kérdés, amire az első kérdés felszokott merülni, ott egyben elolvastam ezt a könyvet. Mert hittem abba, hogy ha én tudom, hogy még egy olyan szert kapok, ami mondjuk a rákosed vérellátását szűkíti, akkor erre lélekben rá tudok dolgozni, és elmentem egy ilyen szimonton terápiára, például rákbeteg terápiára, hogy tudjuk az agyunkkal mondjuk ezt a részt beizolálni, és elkezdeni azon dolgozni, hogy igen, de jó, hogy jön a szer, és azt a szert oda irányítom ahhoz a sejthez, és szépen elkezdem szűkíteni. Egyébként is erre hat a szer. De hogy ezt még lélekben is rádolgozzak. És tudod, milyen sokan mondták, hogy hát kapom ezt a szarcuccot, azt se tudom micsoda. Én meg azt mondtam, nem szarcucc, hanem jön egy olyan szer, ami nekem segít, és most szépen odafolyik ezekhez a sejtekhez, és leszűkíti őket, és tulajdonképpen éhen fognak halni ezek a rákos sejtek. Hogy ez segített, vagy nem, azt nem tudom neked megmondani. Ez de... agykontroll hangulatú dolog, amit most mondsz. De én mindenben, meg semmiben nem hittem, meg mindenben hittem, ez az izgalmas, hogy nagyon sok irány van, tehát nagyon sok, sok ember él abból, hogy rákos betegeknek a gyógyítása, ilyen víz, ilyen étel, olyan étel, és ebbe kell nagyon okosnak lenni, hogy mi ez, amit te inkább elhiszel. Ha mindent nem tudsz kipróbálni, mert nincs is értelme, de ha meg semmit nem csinálsz, az se jó. És akkor bennem kialakult egy út, hogy elmentem én 3-4 orvoshoz, kértem ilyen minden másod, harmad véleményeket. Volt, aki olyan volt, hogy mondjuk étkezéssel adott tanácsokat, és azt jobb neki elhittem valamiért. A Bodoki úr például elmondta, hogy a sport az nagyon fontos, akkor egyből vettem. Mozgás. Mozgás. Tehát azt mondja, az egy nagyon erős faktor, hogy a sejtek nem szeretik az oxigéndús környezetet, tehát hogyha ilyen, és ő elliptikus trénert javasolt. És egyébként érdekes, hogy jártam akkor egy terapeutához, és eltett nem, hogy 3 hét, és meséltem ezt neki, hogy vennem kell majd egy ilyet, és legközelebb mentem vissza, és mondta, hogy na megvetted már a trénert, az elliptikus trénert, és mondta, hát még nem. Szóval Zoli, figyelj, tegyél meg valamit nekem, hogy azt tedd meg magadnak, amit egy nagyon távoli barátodnak már rég megtettél volna. Ez milyen jó szöveg. És tényleg így volt, hogy ha a másik szomszédnak, akit egyszer láttam, és tudom, hogy ez a baja, és tudom, hogy ezt kell feleséggel beszél velem az utcán, akkor bizony elmegyek, aztán veszek neki egyet. És nekem ezt kellett megtanulnom, hogy én akkor tudok másodnak segíteni, hogyha ezt most túlélem ezt a dolgot. De figyelj, most egy pillanatra leragadnék itt az elliptikus trénernél, hogy az ember akkor is, hogyha egy halálos betegség veszélye fenyegeti, bár azért a vastagbélrák, azért az egy jól gyógyítható rák. Hát azért 7-8 ezeren meghalnak évente benne. Rendben van, nem azt mondom, hogy nem. De nem a legveszélyesebb. De nem a legveszélyesebb. Hogy ugyanazzal a nem törődömséggel tudja az ember akkor is kezelni, hogy jó, majd megveszem az elliptikus trénert, mint hogyha egyébként egészséges lenne, mert hogy én egészségesnek tudom magam ebben a pillanatban, és én is tudom, hogy nekem kéne egy elliptikus tréner, és én is halogatom a megvételét, és nem azért, mert olyan nagyon drága lenne, hanem azért, mert tudom már, majd megveszem, és majd jól nem fogom használni, ahogy az összes többi sporteszközt, amit így begyűjtögetek majd. És hogy betegen is lehet az ember ugyanilyen, hogy mondjam, hogy majd megveszem. És akkor egyszer csak azt mondja neked az orvosod, hogy gondolja arra, hogy a barátodnak már rég megvetted volna, és igen, akkor... Igen, és, meg, és akkor ezt elmondtam egy barátomnak, és akkor mondta, na most beülünk az autóba, és elmentünk a Decathlonba, és vettünk egyet. Termék megjelenítés, bocsánat. Ja, bocsánat, de most nem volt jelentős, hogy valahol egy ilyen sportáruházba vettünk egyet. És hogy az volt és az el egész, is kezdted használni? És el is kezdtem használni. És képzeld, az érdekes, hogy ha most így visszanézve 2,5 év eseményére, mi maradt meg nekem ebből az egészből. Egyik az például a sport. Tehát én régen karatéztam még egyetem alatt 12 évig, nagyon intenzíven. Elkezdtem dolgozni, akkor mindent abba hagytam, és semmit nem csináltam. És ami most beragadt,
a sport, tehát ma reggel például 40 percet tornáztam. Megpróbálunk hetente legalább 2 vagy 3-szor ilyen 6-7 ezer lépést menni, tehát a domboldalon megyünk egy nagy kört a feleségemmel, és ő is ráállt erre, tehát ő sem mozgott korábban, és együtt. Egyszer én mondom, hogy menjünk sétálni, egyszer meg ő mondja, tényleg valahogy ez így kialakult. És mondjuk heti 2-3-szor ilyen reggeli torna, meg súlyzó, fekvőtámasz, ilyesmi, meg utána ez a séta is. Ez abszolút beépült, és nagyon hiányozna, ha nem lenne, és ezt például ennek köszönhetem. Mm. Vagy a táplálkozásban, én például átálltam ilyen gluténmentes táplálkozásra, nem tudom, hogy jó-e vagy nem, tehát hogy ez segít-e vagy nem, de nagyon sok dietetikusnak elhittem, hogy a glutén azért sok embernek okoz bélgyulladásos panaszokat, és úgy voltam vele, ha ezt a tényezőt ki tudom szedni, akkor miért ne szedjem ki? Tehát meg nem... a laktózt is gondolom. Az például, én azt nem is ittem soha tejet. Tehát, hogy nem volt mit elhagyni. Tehát azt gondoltam, milyen bonyolult lesz például a gluténmentes, és most a tésztát, kenyeret, találtam egy nagyon jó pékséget, ahol lesz ezt a gluténmentes kenyeret, de lényeg az, hogy, és nem tudom, hogy ez az-e, de azt mondtam, hogy ezeket a magas labdákat nem hagyom fenn, mert nem annyira bonyolult ezt megcsinálni. Uh-huh. Ugyanígy elkezdtem egy autogén tréninget. Tehát ezt mindenkinek tudnám javasolni, van ezer helyen meg lehet tanulni, hogy tudjuk, nekem az a bajom, hogy nagyon aktív az agyam, tehát este lefekszem. És pöröksz. Azon gondolkoztam, na ma jövök a Katalinhoz, miről fogunk beszélni, mi az, amit ne felejtsek el, és hogy tudom ezt leállítani. És erre van egy módszertan, hogy tulajdonképpen a test különböző jelzését kell figyelni, hogy most elnehezedik, most felmelegszik, és van egy ilyen sorozat, ami végig kell menni. Csak türelem dolga ez az egész. És 2x10 hát nagyon perc. Fegyelmezetnek kell lenni. Hát ilyen alapon egyébként az imát is, hogyha elismétled, és végig kényszeríted, hogy végigmond, az is egy ilyen önfegyelmi tréning. Ez is az, ez is így van, és hogy az a hihetetlen, hogy 2x10 percet nem tudsz magad rááldozni, ez a legdurvább az egészben. Tehát az, hogy reggel 10 perc este, én sem tudom, még most sem tudom megcsinálni úgy, hogy ezen átmentem, egyszer most reggel csináltam, de este lehet, hogy el fogom felejteni. Tehát, hogy ez olyan kell lenni, mint a fogmosás, hogyha nem úgy születsz, hogy mosod a fogad, de van az a pont, amikor már nem tudsz úgy fölkelni, hogy megmosod a fogad, meg este. És ez beépült ez a szokás az életedbe. Nagyon sok szokást nem tudsz beépíteni, mert a túl bonyolultá tesz az életed, de ha azt eldöntöd, hogy ez a szokás, hogy a testmozgásba hiszel, hogy ez egy nagyon fontos dolog, akkor elkezd beépülni. És az elliptikus tréner is beépült? Azt most kevésbé, mert az volt nekem egy problémám, hogy elkezdtem fogyni a kezeléseknél, és azt mondták, hogy most inkább olyan típusú mozgást végezzek, ami nem izzaszt meg. Uh-huh. És azt például most még nem jött vissza, de most az éppen ma reggel gondolkoztam, hogy a végén megyek egy 10 perces tekerek egyet, de azt még nem kezdtem el csinálni. De szerintem vissza fog épülni. Uh-huh. Tehát az a baj, hogy azzal fogy az ember, és van az a pont, amikor a legfontosabb tanács az volt, hogy ne fogyjak, bármit tegyek. Igen? Igen. És például ez a dietetika meg az étkezésről is egy nagyon nagy tanúság volt nekem, hogy volt több orvos körülöttem, és nem minden orvosnak kell mindent elhiggyek, de én nem értek hozzá, és mi alapján döntöm el, hogy ő most jót tanácsol, vagy nem jót tanácsol. És ez egy nagyon érdekes, de tényleg, tehát hogy egyik orvos azt mondta, hogy figyelj, akkor menjek el ehhez az emberhez, és az fantasztikus tanácsokat ad nekem, fölírt egy hatalmas listát, mindent szabad ennem. Elmentem egy másik orvoshoz ezzel a listával, hogy hát ezt tanácsolták, szóval ha ezt csinálom, az game over, hagyjam abba, mert le fogok fogyni, és nekem a legfontosabb, hogy bármit tudok enni, egyek, és azt gondolom, ez jó tanács volt, tehát amikor te kapod a kemót, és egyfolytában hánysz, és minden bajod van, akkor az egy nagyon fontos szempont, hogy megállítsd azt, hogy fogysz. És akkor valóban nem, semmit nem kívánsz, ha véletlen valamit kívánsz, azt meg kell lenni. Mert egyszer én rosszul lettem így, hogy megpróbáltam kibírni, hogy nem volt étvágyam, és mindegy, hazamegyek, és majd otthon már tudtam enni. És akkor rosszul lettem, akkor pofozgattak, elájultam, minden bajom volt, és akkor rájöttem, hogy van az a pont, amikor muszáj enned akkor is, ha nem vagy éhes, mert amiatt, hogy átfordulsz egy rossz spirálba. És figyelj, hogy mennyire érdekes ez a kórházi tartózkodásból ez az averzió, hogy alakul ki. Én bent gitározgattam, és volt egy szám, amit ott tanultam meg. És amikor hazamentem, később, hónapokkal később elkezdtem játszani, elkezdett rám jönni a hány inger. Tehát annyira összekapcsolódott a kezeléstől. Hihetetlen. És hogy az averzió sokkal erősebb, tehát nem az van, hogy az otthon itt beviszed és milyen jó, hanem a bent az összes ilyen negatív, a szagok, az ételek. Tehát vannak olyan ételek, amiket bent ettem, és azóta sem tudom úgy megenni. Nagyon lassan ment. Például mozzarellát imádtam, mozzarellás paradicsomot, vittem a 3-4-szer, és egyszer csak hú, ezt most nem kívánom, és nagyon sokáig nem bírtam enni. Szóval ez egy, és egyetlen egyszer kéreckedtem meg kézen, mentünk utána külföldre. Tehát én azt csináltam, hogy ben vagyok,
onnan egy hatalmas nagy váltás. Azt megtanultam magamon, hogy a benti rosszulét után egy nagyon gyors váltás, menjünk el valahova a vidékre, ismerősökhöz, barátok közé, nem? Tehát nekem egy nagy váltás kell, és akkor ez volt a módszer, hogy benn vagyunk, egy nap még otthon vagyok, akkor még hányok, meg rosszul vagyok, a második nap már menjünk, üljünk be az autóba, és menjünk el valahova otthonról. És az volt a rendszer, hogy a kezelések, azok nem tudom, milyen gyakran követték egymást? Két hetente, két éjszaka. Tehát és bementem hétfőn, aha, és akkor hétfőn kell benni, szerda reggel engedtek haza. És amíg benn voltál, addig tök rosszul voltál? Igen, igen, és nem tudtam menni. Tehát ott azt kérdezett, volt olyan, hogy ültünk innen a kertben, a feleségem sokat volt benne nálam, és azért ez a másik nagyon erős dolog, hogy azt én látom, hogy ha valaki körül van egy jó háttér, annak sokkal könnyebb. Tehát aki egyedül van, és egyedül ezt végigcsinálni, az sokkal bonyolultabb. Tehát az, hogy tudod, hogy valaki vár rád, jön érted, rendeli neked a kaját, mit hozzak, és akkor megrendeltük, nem tudom, a Toszkánából a grill halat kívántam, mire kihozták, már nem tudtam megenni, már nem azt kívántam. Tehát ennyire, egy órával előtte nem tudtam eldönteni, hogy mit fogok enni. De Zoli, tudod, hogy az átlag rákos mikor rendelt Toszkánából grill halat? Én tudom, ez az én luxusom, tehát nekem nincs se hajom, semmi, de én az volt, hogy bármit meg tudok enni, de valamit ennem kell, és tök mindegy, hogy micsoda, azt meg fogom venni, mert ez a túlélésemnek a csúcsa, vagy a... Záloga. És kérdez, volt egy olyan eszletem, hogy elmondom, hogy megyünk, nem tudtam meg semmit tenni. Beülünk az autóba, hogy akkor megyünk haza, és megyünk a rakparton, és mondta a feleségednek, hogy fú, úgy megkívántam egy kis görög kaját, nem megyünk be, és ott a Dionysus görög étterem mellett mentünk el. Na, szóval bementünk, és hirtelen ott rendeltem mindenféle előételt, és előtt egy órával még semmit nem bírtam enni. És hirtelen megkívántam mindent. Tehát ez valahogy így működik, hogy, és én is keresgettem mindig ennek a kulcsát, hogy a saját testem hogy reagál, milyen helyzetekre, és ez megdöbbentő, hogy ennyire furán, értelmetlen módon, hogy még abban a környezetben nem tud megenni, ha oda rendeltem volna, akkor nulla esély, és egy fél órával később már ott vagyok az étteremben, és mindent tudok enni. És most már versenysúlyodnál tartasz? Mert most én nem ismertelek korábban. Igen, én most jól érzem magam, 71 kiló vagyok, én voltam 78, és akkor lefogytam 65-re, uh-huh. Akkor már azért vékony voltam, és akkor mondta ezt a dietetikus, vagy az orvos, hogy ne hallgassak a dietetikusra, mert ő lehet, hogy egy normál helyzetben ez jó tanácsokat ad, de nem ismeri azt, hogy egy rákos betegnek milyen egyéb környezetben milyen stresszt kap, meg milyen kezeléseket kap, tehát akkor ez nem jó tanács. És ezt megtanulni, hogy nem mindenki ért mindenhez. Persze, csak közben én azt gondolom, hogy a vastagbélrák specialitása az, hogy milyen táplálékot juttasz saját magadba, tehát hogy bonyolultabb a kérdés annál, mint sem, hogy mit szeretek enni, vagy mi az, amit hirtelen megkívánok, hogy oda kell egy szakember a hátam mögé, aki megmondja, hogy ha ezt teszed meg, ez jót tesz a vastagbélrákodnak, ha ezt meg, akkor nem. Hát ez is egy nagy tanulság nekem, hogy sokan azt mondják, hogy a minőségi étel, az persze egy luxus kérdés, hogy meg tudod engedni magadnak. Én szerintem legalább annyi ember nem eszik jól, akinek van pénz és megengedhetné magának, mert nincs rá, tehát nem tartja ezt fontosnak, és az az egyszerű mondat, hogy mondjuk, hogy miből épül a tested, ez egyszerűen nem áll össze, hogy ez abból épül, amit megeszel, és hogy rossz minőségű dolgot eszik, rossz minőségű dolgot iszik, és egyszerűen pedig megengedhetné magának. Tehát a tudatossági szint az nagyon messze van szerintem attól, és én azt gondolom, hogy mindig is jó voltam. Tehát én magam vettem a alapanyagokat, a piacon itt ott, és én magam megtanultam ezt. Te mindig azt tettél, amiről hittél benne, hogy jó minőség. Igen. És anélkül, hogy beteg lettél volna. Így van. Tehát nem ez, hogy fogalmam nincs, hogy én mitől lettem beteg. Ez az érdekes, mert az én szüleim senki nem volt, vagy nem tudok róla, hogy rákos lett volna. Tehát ez is egy érdekes, hogy azt se tudtam, hogy mitől lettem én az, és azt se tudtam, hogy mitől gyógyultam meg, de az biztos, hogy nagyon sok mindent csináltam, és hittem ennek a sok mindennek a közös hatásában. És egyszer egy terapeutánál voltam, képzeld, és akkor mondtam, hogy kérdeztem, hogy szerintem én mitől lettem rákos. Hát mondtam, figyelj, én nem tudom, a sok stressz az a cégnél, nem a stressztől, az ilyen típusú stressztől kaphatsz refluxbetegséget, kaphatsz szívinfarktus, stroke-ot, de rákot nem. Tudod, és akkor ott ültem, hogy most ez tényleg tudja, mitől kap az ember rákot, de ezt mondta, és elkezdtem ott a gondolkodni, hogy akkor mitől. És hogy mi az a típusú stressz, ami én mondjuk tudtam, hogy stressz, de nem ilyen céges, hogy a kamion bejön, vagy nem jön be.
És akkor itt visszakeveredtem viszonylag gyorsan a saját életembe, mondjuk egy ilyen váláshoz, ami azért engem nagyon megviselt, elköltözni otthonról két gyerek, albéletbe kerülni. Te akartál elválni, vagy téged hagytak nem, el? Nem, engem hagytak el, de én mindig azt mondom, hogy mert most volt a fiamnak az esküvő hétvégén, és ott volt a volt feleségem, család, mindenki, és mindig azt mondom, hogy az élet biztos két emberen múlik, tehát hiszek ebbe, de a döntést nem én hoztam meg. És az az egy bonyolult időszak volt, tehát egy karácsonykor elköltözni, nagyjából éves napjaiban, 40 évesen, tudod előtte egy 40 nagy... évesen az embernek még van sok ereje, pszichés ereje, nem? Hát igen, de azt képzeld, mondjuk, hogy 40 évesen albéletben vagy, és akkor két gyerek fönt a házban, amit elmúlt években felépített, épp az utolsó számlát kifizettük, és akkor ott voltunk, hogy de jó. Néztem, tudod, a fürdőszoba, soha nem felejtem, vettünk egy nagyon szép csempét, hogy egész életemben ezt fogom nézni, hát nem így történt. És azért akkor, hogy 40 évesen újra ismerkedni, az nem annyira egyszerű. Tehát, hogy neki dősz, vagy elmész egy, nem tudom, a diszkóba, és meghívod egy kólára, vagy, nem, vagy én, hogy? Nem, nem. És tudod, mit csináltam? Én beregisztráltam 4 társkeresőre, egy copy-paste, és akkor tudtam, hogy én nem akarok egyedül lenni. Uh-huh. És én hittem abba, hogy én nem fogok abba belesni, hogy egymagam fogok megöregedni. És akkor elkezdtem társkeresni, egy éven keresztül nagyjából egyfolytában valakivel vacsoráztam, találkoztam, minden szűrtem valamit. És nem mondtad? Hát a vége fele már igen, de nagyon érdekes, tök jó kapcsolatok lettek belőle. Tehát, hogy nem az lett, hogy egy csomó ilyen nagyon egyetlen egy rossz vacsorán volt, aki a legcsinosabbnak tűnt a kép alapján, tök érdekes volt egyébként. És az összes többi az általában nem adott képet. Én mondtam, én azzal nem fogok találkozni, aki nem küld képet. Uh-huh. És végül is mindenkivel találkoztam, aki nem küldött képet, és a mai napig kettővel tartom a kapcsolatot. Tehát a mostani feleségem is ismeri, jó barátok lettünk. És végül a feleségedet így választottad? Igen, hát ő választott engem, ő egy pszichológus, és akkor ő írt rám, ő azt mondja, hogy két embernek két egyik én voltam. Tehát ő jobb találati arányjal dolgozott, mint én. És akkor találkoztunk, és majdnem elmentünk egymás mellett. Tehát bementünk egy kávézóba, beszéltünk, és képzeld el, utána én mondtam, hogy hát figyelj, tök nagyon jó, hogy beszélgettünk, akkor majd biztos összesodor még bennünket az élet. És írt egy e-mailt, hogy ő is úgy gondolja, hogy lehetett volna ez jó, de ő nem ilyen vitorlásokat keres, mint én vagyok, hanem ő gyöngyhalászokat. És azóta én sok előadást tartok, és erről szoktam beszélgetni, hogy gyöngyhalászat, nem vitorlázás, a cégvezetés is. Egy pillanat. Igen. Ez miről szól ez az allegória? A gyöngyhalász az lebukik, és fölhozza a kagylót egy hosszú lélegzettel, a vitorlás meg boldogan lebeg a tengeren? Igen, arról szól nekem is, hogy a felületen vitorlázni, vagy a mélyben kutakodni, és a mély dolgokat keresni. És bebizonyítottad, hogy te gyöngyhalász? Igen, és akkor utána aztán végig is egyszer csak felhívtam, és akkor menjünk még egyszer vacsorázni. Mondtam, meghívom Budapest legjobb éttermébe, és az a legjobb étterem az én lakásom volt, mert én nagyon szeretek főzni. Egy 5 fogásos vacsorával láttam, és onnan már szöveg. Nem is ment haza. Persze, hát aki egy 5 fogásos vacsorát végigfőz, az ember onnan nem akar másik vacsorát. És 15 éve együtt, 14 éve együtt vagyunk, van egy 14 éves lányunk, úgyhogy ez nagyon szép lett az egész történet, és én nagyon sokat tanultam egyébként tőle arról, hogy ugye a pszichológus az emberek működésmódja, hogy kapcsolódunk egymáshoz, mi van a mélyben, a bizalom kialakulása, és nagyon, amit én tudok a cégnél, és tényleg azt. Na de tudod, hogy honnan jutottunk ide, hogy te megállapítottad magadba, hogy az a trauma volt az, amit így meg tudsz nevezni, igen, a vállás igen, volt az, ami... esetleg nyomot hagyhatott a te szervezeteden. Ezt soha nem fogom kideríteni, de én... Hát nem is lehet pillanatilag a tudomány állása szerintem. Én erre tippelek, hogy akkor volt egy nagyon mély pont, amikor emlékszem otthon egyedül, vagy tényleg a legrosszabb gondolatokkal, hogy mi fog ebből, mi lesz, kéne keresni egy új munkahelyet, egy lakást, egy feleséget, és akkor ugye 40 évesen ezzel szembesülni azért ott eléggé nehéz volt. És beköltöztem egy nagyon pici kis 6 négyzetméteres albéletbe, egy csomó ilyen hostel helyre, és egy csomó fiatal volt körülöttem. Tehát reggel 2-3-ig ott ültünk lenne a bárba, a különböző külföldiekkel beszélgettünk, és valahogy innen indult az egész új. De tényleg az egy nagyon mély pont volt az életemben, de most is úgy látom, hogy se azt nem cserélném el, meg se a betegségemet mással. Persze ez jó, remélem, hogy most túl fogom élni, mert van 3 negatív CT-m most. De hogy ez olyan tanulópénz volt nekem, én szerintem nem olyan ember lettem volna, ha ez a két dolgon nem megyek át. Figyelj, de a te optimizmusodnak vannak határai? Tehát, hogyha mondjuk kiújul a betegséged, arra van elég tartalékod?
vagy biztosan ez... nem újul ki, természetesen igen, nem fog igen, kiújulni, de nagyon jó, kérem, mert ez múlt heti dolog, tehát múlt heti kedden volt a CT, és akkor a előtte éjjel azért nem jön tudtam aludni. Tehát biztos, hogy azért annyira az optimizmusom nem vitt át, hogy én ez ide nekem a oroszlánt és igen. minden, hanem tudtam, hogy ha most ez találnak valamit, az akkor megint fel kell magam szívjam erre az egészre. Tehát ez nem automatikusan ment volna, nem volt benne a terveimben, hogy én most újra befekszem megint fél évre. És hát azért óvatosan, meg nagyon félve nyitottam ki az e-mailt, amikor az ESZT oldalon megjelenik ez a lelet. És akkor ott olvasod, hogy volt a egyik lehetett úgy olvassuk a feleségem, hogy ki olvassa el. Mondtam, mondja el, olvassa el ő, és akkor majd elmondja nekem. Hát ő nem akarja, olvassuk együtt. És akkor honnan kezdjük, fölülről vagy alulról? Tudod, alul van a végső... A lényeg. A lényeg, és hogy kezdjük akkor alulról, hogy akkor nem, nincs, nem látható, hú. Tehát, hogy most nem voltam felkészülve őszintén erre az egészet, de azt tudom magamról, hogyha lesz ilyen, akkor van unokám, három gyermekem, egy nevelt fiam, tehát én nem adom fel ezt akkor se, hogyha a közö másképp alakul. Jó, de hát egyébként, hogy mondjam, csak az emberileg azt lehet tippelni, hogy ezen te túl vagy. Nem, mert én az összes bízom. Kezelést megkaptad. Azt nem tudom, ez olyan, mint a drog, tudod, azt mondják a drogosok, hogy átmenetileg tiszta. Hogy az ez. Tehát azért én nagyon sok ilyen rákbeteggel beszéltem, akik túl vannak rajta, azért ez benne van mindig. Tehát, hogy teljesen hátradőlni nem tudsz, olyan vagy, mint a szurikáta, tudod, mindig figyelsz, nézel, elhiszed, és akkor azt mondod, hogy jó, most kaptam 3 hónapot, aztán valamikor 6 hónapot kaptam, akkor 1 évet kaptam, és 5 éven keresztül ezt nézik, és 5 év után mondják azt, hogy te gyógyult vagy. Tehát azért nekem még van 5 év, amikor ez folyamatosan benne lesz az életemben, hogy na, a következő CT az is jót mutatta, vagy nem. Én úgy érzem, hogy tehát jól, tényleg jól nézek ki, tehát nem látszom betegnek, jó, erőbe vagyok, nem fogyok, csinálom, tehát én azt gondolom, hogy jó úton vagyok, de azért a betegség ennél picit bonyolultabb is. Amikor azt mondják valaki, hogy ez fejben dől el, én ezt nem hiszem el. Sok minden eldől fejben, de láttam olyan embereket meghalni, akik fejben erősek voltak, és túl nagy volt nekik a teher, amit nem tudtak átvinni. Tehát, és nem volt, rajtuk múlt. Van egy srác, egy 31 éves srác, ott volt nemrég a búcsúztatóján, egy iszonyú okos, nagyon kedves srác. Tehát ő tényleg nagyon nagyot vesztett a világ, hogy őt elvesztettük, de van ilyen, és nem tudta ezt meglépni. És nem hiszem, hogy csak rajta múlt ez, hanem van az a helyzet, amikor túl későn veszik észre, vagy túl nagy terhet kapott, hogy a szülők terheltek voltak ezzel a betegséggel, és azért ez genetika is. Uh-huh. Tehát én elmentem, azért megcsináltattam egy ilyen genetikai tesztet, és például az, hogy annak az eredménye azt hozta ki, hogy Bodoki azt mondta, hogy nekem, megmondta nekem, milyen kezelést kell kapjak a második alkalommal. És amikor azért megcsináltattam ezt a tesztet, hogy biztosan biztos, és azt hozták ki, hogy a világon ez egy kombináció van, ami az én genetikai eltérésemre. Igen, mert a genetikai tesztek megmutatják azt, hogy milyen célzott terápiával lehet felvenni a harcot a te daganatípusodnál. És tudod, miért volt? Akkor is nekem megérte megcsinálni, mert valahogy az fejemben az volt, hogy én azt a szert kapom, ami biztos. És nem azért nem bíztam a Bodoki úrban, de akkor is ez egy olyan megerősítés volt nekem, uh-huh. hogy minden út azt mutatja, hogy nekem ezt a kombinációt kell kapjam, mert ez lehet tudni róla, hogy hatásos, és én ezt fogom kapni, és olyan emberek között kapom ezt, akik ebben támogatnak. Mit gondolsz, hogy te jársz jobban, akit ennyire érdekelt, foglalkoztatott a saját gyógyítása, és utána nézett minden apró részletnek, vagy az jár jobban, aki tudomásul veszi azt, hogy beteg, és hogy amit az orvos ajánl, annak a kezelésnek adja oda magát, anélkül, hogy nagyon részletesen tájékozódna. Én azt gondolom, hogy mi vagyunk a felelősek a saját sorsunkért, az orvos ebben támogatni tud bennünket, de nem ő fog bennünket meggyógyítani, hanem kellünk hozzá mi. Tehát én nagyon hiszek ebben, hogy az én testem, az én szervezetem, az én életem, az senkinek olyan fontos nem tud lenni, mint nekem. Uh-huh. És az, hogy én körbeveszem magam olyan emberekkel, akik ebben az úton támogatnak, de hogy én vagyok a központi póka hálóban, aki ezt az egészet intézi, és nem az orvos az. És ezt az orvos is elmondják, hogy nagyon fontos az, hogy a beteg az legyen tudatában annak, hogy ez az ő dolga. Tehát és mi van, hogyha ellentmondásba keveredik kétfajta orvosi álláspont, akkor te hogy döntesz? Hát volt nem kevés ilyen az elmúlt 2,5 év alatt. Én azt gondolom, hogy ez kell szerintem a természetes intelligencia, hogy tudom azt kezelni, hogy az orvosok elfogadják az én döntésem, hogy nem pont azt csinálom, amit ők mondanak,
és közben ne sértődjenek meg rám, és ne az legyen, hogy na hát a maga jobban tudja, akkor csinálja azt, amit akar. Megoldható ez? Abszolút megoldható. Intelligenciával, hogy kommunikáltam, leültem velük, elmondtam, hogy nagyon tisztelem a munkásságát, de most valami azt érzem, mit gondol arról, ha én ezen úton elindulok, akkor vissza fog engem fogadni majd akkor, és nagyon bízom abban, hogy a tudását a következő stádiumban megint fel fogja használni az én érdekemben. Én nagyon tisztelem azt, amit csinál. De valahogy ők is erről beszélnek, hogy az én életem, én hozzam meg ezeket a döntéseket. Ők csak alternatívákat tudnak felajánlani, és azt, hogy én elfogadom, vagy nem, az én döntésem. És mit gondolsz, hogyha te valamilyen alapon eldöntöd, hogy mit választasz, mondjuk kétfajta kezelés között, az egyik a másikat kizárja. El tudod intézni azt a kicsi hangulati nehézséget, hogy az egyik orvosnak elmagyarázott, hogy a másik orvosnak a gyógymódját akarod választani. Tehát megúszott sértődés nélkül még vissza is mehetsz majd a másikhoz. De nem ez a lényeg szerintem, hogy milyen hangulatot hagysz magad mögött, hogy önmagaddal hogy intézed el, hogy hozol egy döntést a saját egészségedről. Mi van, ha félre nyúlsz? Hát mégis csak egy agrármérnök vagy, és nem egy harsi sebész, meg nem egy onkológiai szakember. Értem a kérdést, mégis úgy gondolom, hogy az, hogy én nagyon sok emberrel, tehát cégvezetőnként sok vezetőkről, rengeteg vezetőt láttam különböző helyzetekben, sok embert vettem fel. Én 25 évesen azt hittem, hogy én nagyon jó ismerem az embereket, aztán rájöttem 40 évesen, hogy abszolút nem jó ismerem az embereket, tehát hogy nagyon rossz találati arányal találom, hogy kiben bízhatok meg, kiben nem bízhatok meg, és most 56 évesen azt gondolom, hogy megint inkább jobb döntéseket tudok hozni arról, hogy ki az, aki meg tud engem győzni bizonyos helyzetekben. És valóban nem értek hozzá, de itt nem arról volt szó, tehát a tiszta kommunikációban hiszek. Tehát olyat nem lehet csinálni, mert volt ilyen is, hogy valaki elment mondjuk egy németországi vagy akármilyen kezelése, úgyhogy nem akarta megmondani az orvosnak. Tehát ilyet nem lehet csinálni, mert tudni kell mindent a kezelő orvosnak, azt is, ha én nem azt döntöm, amit ő javasol. És én azt látom, hogy minden területen megvan a maga vakfoltja egy picit. Tehát az onkológus azért furra onkológiába hisz, mert az ő világa. A sebész az mindent vágni akar, mert az meg az ő világa, és nekem kell egy picit egyensúlyozni, hogy melyik helyzetben, tehát nem ellene mentem annak a döntésnek, csak azt mondtam, hogy ebben a stádium én most meglépem ezt a műtétet, és utána megint az onkológiának van helye. Tehát én hiszek abban, hogy a sebészet onkológia kéz a kézben tud nagyon jó eredményeket elérni. Hát ezt elvileg ők is így gondolják. Igen, de valahogy mindenki egy kicsit a saját területét nagyobb hangsúllyal gondolja ebben a folyamatban. És hogy mikor érzem én azt meg, hogy az én nem tudom, hasártyám, hogy volt 3 darab 8 centis daganat, és elhiszem azt, hogy 8 centis daganat. És akkor ugye elkezdtem kapni a kezelést, és valahogy az volt bennem, hogy meg ott nyilván kérdezgettem nővéreket, hogy ők hogy látták, hogy volt-e már ilyen, hogy ilyeneket elvisz a kemó, és mondták, hogy azért az nagyon ritka. És akkor valahogy én is ebbe hittem, hogy jobb az először kiszedni. Tehát van egy hangyaboly, érted, rátaposol, ami nem szép dolog, de mondjuk van egy hangyaboly, rátaposol, és akkor maradékot kezelgetni, az nyilván logikusabb, mint az egész hangyabolyjal kell foglalkozzá. Tehát én ilyen egyszerű, nem tudom, ilyen gondolatok is voltak bennem, hogy nem hiszem el, hogy 3 ekkorának nekiesni kemoterápiával az a jó út, hanem azt szedjük ki. És lehet, hogy ugyanoda jutottam volna a végén, tehát én nem akarom, nem tudom megkérdőjelezni azt, hogy ezért rosszat csináltam, de én ezt csináltam, és nálam ez működött, hogy azt először kiszedték, utána folytatták a kezelést, és valahogy ez a szóródás megakadályozott, és visszahúzódott a probléma. Hogy amúgy is visszahúzott volna, ezt nem tudom neked elmondani. De én valahogy úgy gondolom, hogy ezt az utat végigjártam, mind a két orvos engem maximálisan, ugye Tóth Lajos Barna volt a sebész és a Bodoki úr a kemoterápiás szakember. Én nagyon hiszek, hogy két nagyon különleges embert fogtam ki. Igen, Tóth Lajos Barna, azt hiszem Nyíregyházán sebész, és neki egy elég Magyarországon kevéssé gyakorolt eljárása, vagy talán egyáltalán nem gyakorolt eljárása van, hogy a hasi sebészeti eljárás során alkalmazza azt a kemoterápiát, amilyen átmelegített vegyi anyaggal öli meg a daganatos sejteket. És hogy ő mondta nekem, hogy ez nagyon meggyötri a szervezetet, tehát hogy ez egy erőteljes beavatkozás, nem is alkalmas rá minden beteg, de neki az a tapasztalata, hogy ezt
hogy ez jobb eredménnyel jár, mint hogyha nem kapná meg a beteg csak a sebészeti eljárást, és nem a kemoterápiát. Igen, vagy a szóródás, ilyen sebészeti szóródást akadályozza meg az, hogy átmossák egy órán keresztül ezzel a citostatikus oldattal az egész bélyeget, vagy a hasüreget, és utána aztán kimossák. És tudom, hogy érdekes, hogy benn voltam két napig az intenzíven, most jutott eszembe a pillanatban, hogy feljönnek az emlékek, hogy a test meg a lelki egyensúly, benn voltam az intenzíven, és emlékszem, ott állnak a ágyam mellett, és nézzük, hogy megy fel a vérnyomásom 140, 150, 155, és nekem ilyen 120-as szokott lenni. És akkor ott egyre több orvos kezd ülni, nézik a nővérek is, hogy akkor most mi van, és akkor kitaláltam ezt az autogén tréninget, hogy akkor most én visszaviszem. Tényleg így volt, esküszöm neked. És lefeküdtem, elkezdtem, becsuktam a szemem, és azt mondtam, hogy szépen lenyugtatom a szervezetem, figyelek a szívverésemre, lelassítom a szívverésemet, és nem tudom, másfél perc ott visszament 130-ra. És én ebben hiszek, tehát ez abszolút orvosnak bizonyított, hogy például a vérnyomásodat viszonylag erősen tudsz szabályozni csak gondolattal, hogy elkezded felpörgetni a szívedet, vagy elkezded lelassítani. És amikor benne vagy ebben a pánikban, hogy úristen, megy föl, mi fog történni, szerintem nagyon szükség volt arra, hogy abban a pillanatban ne essek ebbe a pánik helyzetbe, hanem valahogy megnyugszom, lenyugszik a lábam, elkezd húzni magammal a földnek, érzed a tömegvonzását, és szépen elnehezik a kezem, lábom, és szépen lenyugszik a szívem. És ez nekem egy bizonyíték volt arra, hogy igenis az, hogy ezzel meg lehet a rákot előzni, abban kevésbé hiszek, de hogy van egy csomó olyan testi tünet, amit tudsz gondolatokkal befolyásolni, és hogy ebből a logikából következően miért nem működne az, hogy te jobban lokalizálnod azt a rákos daganatot, és a vérellátását csökkenteni tudod. Ha le tudom lassítani a szívem, miért ne tudnám a rákos sejt ellátását csökkenteni? Ez igaz lehet. Ez a logika. De ez nem tudom, hogy működik-e vagy, de én ebben hiszem. Én sem tudom, de egyébként, ha meg, hogy mondjam, eddig téged igazolnak a saját leleteid, miért ne hinném el azt, hogy a gondolataidnak van befolyása arra, hogy a szervezetet hogy reagál kezelésekre, betegségre, hogyha igen, te egyébként a gondolataiddal ráncba szeded magadat. Tehát, hogyha jól vagy, akkor abszolút. Ez tényleg. Erről van egyébként nagyon sok ilyen tudományos cikk is, tehát ilyen science cikk, tehát nem ilyen ezotérikus. Értem, valami. Nem az ezotérikus. Angol tudósok. Az, hogy a kettő együtt, tehát hogy a lelki kezelés, meg a testi, meg a fizikai kezelés együtt jobb eredményeket tud elérni, de mind a kettőre szükség van. Tehát csak gondolatokkal nem fogom magam meggyógyítani. Mm-hmm. Viszont az, hogy a kezelést ki tudom egészíteni ezzel a típusú gondolkodással, hogy tudok ráerősíteni, az abszolút tudományos bizonyított. Ez a meghatározott két év, amióta a saját egészséged tuningolásával vagy elfoglalva, ez hogy hatott a munkádat közben? Nem adtad fel a munkádat ezek szerint? Nem, hát ugye az volt egy nagyon érdekes döntés, amikor ezt megtudtam, hogy cégvezetőként, tehát azért a 200 dolgozó van nálunk, egy cégvezetőként én nem tudom, tehát én felelős vezetőnek gondolom magam, és nem tehetem meg azt, hogy azt mondom, hogy na, most benn vagyok a kórházba, és akkor majd lesz valami, hanem nekem ki kell nevezni egy helyettest, mert az a korrekt és az gondolom a felelős gondolkodás, nem tudom, hogy mi lesz ebből. Tehát ez így indultam be. És akkor elmentünk, és nem az volt, hogy én kijelöltem valakit, aki tudtam, hogy alkalmas erre, hanem a menedzsmenttel elmentünk egy napra, és akkor ott elmondtam mindenkinek, na figyeljetek, most ez lesz a következő időszak, nem tudom, hogy túl fogom-e élni, én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy be fogom tudni bizonyítani, hogy ebben is példát fogok mutatni, nem csak mint cégvezetés, hanem hogy lehet egy ilyen nehéz helyzetből kimenni. És akkor találjuk ki, hogy osszuk szét az én munkámat a többiek között. Ki legyen, akiben ők megmúlnak, akkor szavazzuk meg. És ez úgy volt, hogy én tudtam, hogy a Pál Gyula helyettesem, őt fogják választani, de nagyon más az, ha én azt mondom, hogy ő a helyettes, és más az, hogy a többiek együtt mondják, hogy igen, a Gyulát látják erre alkalmas, mert teljesen másképp fogják támogatni. És akkor, és onnan már én, mióta meggyógyultam, nem is keveredtem vissza egy csomó operatív dologba, hanem nála hagytam ezeket a döntéseket. Én a ilyen CSR, brandépítés, a szerveti felépítés, ezek kapcsolatban emberek felvét, ezeket intézem főleg, de az, hogy elfogyott a fólia, meg nem jött be a nem tudom, nyersanyag, az egy nagyon gyilkos dolog, tényleg. Tehát, hogy egyfolytában elérhetőnek lenni, nem jött be a kamion, nincs hofőr, meleg van, na szóval nem ragozom. Én értem, minden foglalkozásnak megvan ez a része. Igen. Hogy tűrik el a tulajdonosok, hogy te visszavonultál bizonyos értelemben, és már csak a kreativitást,
a cél meghatározását, ilyesmiket tartasz feladatodnak. Belementek, hogy, hát igen, hogy ezért igen. kapjad a fizetésedet? Meg nem kevés. Tehát azt gondolom, ezt értem, hogy nem kevés, csak hogyha az ember saját cégért csinálja, akkor meghatározhatja, hogy mi a munkájának a tartalma. Te itt úgy határozod meg, hogy nem te vagy a tulajdonos, alkalmazkodtak ehhez? Azt tudom neked mondani, hogy ez megint ugyanaz a téma, hogy a orvosokat hogy tudom kezelni, én azt gondolom intelligenciával. Az én főnökeim Svájcban vannak, tehát nekem hetente küldik a virágokat, a csokit, a nem tudom micsodát. Amikor itt van, ez 56 gyár van ennek a cégcsoportnak, ami itt van a nagyfőnök, akkor ölelget engem, hogy alig tudok kiszabadulni a karim, mint a saját fia lenni. De tényleg. És ezt én hogy értem, azt nem tudom, de azt biztosan tudom neked mondani, hogy nagyon sok cégvezető elbújik a mögé, hogy hát azt úgy se engedi, mert ezt se lehet megcsinálni, azt se lehet megcsinálni, én meg megcsinálom, és megköszönöm nekik, hogy kapom ilyen lehetőséget, meg ilyen szabadságot, hogy ezeket a döntéseket meghozhatom, mert ezért működik úgy, ahogy működik. És ezzel elejét veszem annak, hogy elkezdenek beleszólni az én életembe, mert én tudom, hogy egy ilyen viszonylag öntörvényű ember lettem. Tehát én tudom, hogy mit akarok, tudom, hogy akarom, és nekem, hogy elkezdik megmondani, hogy na most ezt nem lehet, ezt ne így csináld, az nem én vagyok. De a betegséged előtt se te lettél volna, nem? Nem én lettem volna, de valahogy ezt elfogadták, és tetszik nekik az, ahogy én működöm, és tényleg azt látom, hogy megszerettek. De komolyan mondom. Tehát én elküldtem ezeket, készült egy kis film az én életemről, angolul lefordított ez a betegségkörüli időszakot, a kórházkoncert, ezeket én mind elküldtem nekik. Azt képzeld, amikor mentem be a műtőbe, az első műtétnél még, akkor azt csináltam, hogy saját pénzből, tehát nem cégpénzből, vettem 50 darab pizzát, lebeszéltem az egyik étteremmel, hogy kiküldtem egy ilyen mosolygós fejet rajta, hogy nyomjátok az energiát, minden pizzadoboz tetejére rárogták az én kézzel rajzolt rajzomat, és amikor én bementem 10 órakor a műtőbe, akkor a pizzás cég kiszállította ezt a céghez, hogy mindenkit meghívtam egy pizzára, hogy akkor toljátok az energiát. A filmet kiküldtem a én főnökeimnek, gitároztam a I'm Titan. Na most pont ezt elfelejtettem, hogy láttam olyan kis filmet, ahol te gitározol infúzióval, viszel magaddal támasztékul egy másik gitárost, énekelnek a gyerekeid, a lányaid, itt vannak a képen, itt láthatóak, ott hát, kezedben, te vagy a rövid nadrágos gitáros. Igen, igen. Ez tavaly nyár? Ez 20-ban volt szerintem, igen, nem az első alkalom, mert igen, 2020-ban. Vagy 20, nem is tudom, erre a második körnek a közepén. És ugye kétszer voltam, 2-6 hónapos kör. De most teljesen komolyan, nekem ez az egyik életemnek egyik főműve, ez a kis film. Valamiért én azt gondolom, hogy amikor abban gondolkozunk, hogy az életünk felén túl vagyunk, és előjön ez a kérdés, hogy mit hagyunk magunk után. És én nagyon sok olyan dolgot akarok magam után hagyni, aminek így van értéke. És ez a cég oldalról is megteszem, meg magánemberként is. És ezen gondolkoztam most az esküvő előtt, hogy mi az a dolog, mármint a fiad esküvő előtt, igen. És hogy ez egyik ez a film, de ez lehet, hogy a szervek egyszer majd tönkre mennek, elporladnak, ebből nem marad semmi. És azt találtam ki, hogy én nagyon szeretek főzni, és a lányomnak is, meg a fiamnak az esküvőre én egy receptfüzetet írtam. Tehát vettünk Olaszországban egy gyönyörű bőrkötésű nagy könyvet, és a kedvenc 80 receptemet kézzel beleírtam a lányomnak is, meg a fiamnak is, és szerintem ez az, ami van benne egy fénykép róla, amikor ott vagyok, nem tudom, a Toszkánában is egy pohár borral, hogy ott a olajfalat írom a recepteket. És azt gondolom, ezek azok, amik még az ükonokám is meg lehet tuti. Tehát ezt senki nem fogja kidobni, ez volt a legszebb vagy ilyen esküvői ajándék. És hogy valahogy munkálkodik ez bennem, hogy nem csak így anyagi, vagy nem csak így tárgyakat hagyni, de hogy emberek lelkében meddig tudok én fennmaradni. És ez lehet, hogy ego, tudod, hogy most ez miért jó nekem, hogy rám gondolnak a nem tudom, egyetemisták, akik tőlem tanultak meg valamit. Én is hálás vagyok más embereknek, és hát ha én is tudok ilyen inspirációt hozni mások életébe. Ez nagyon tanulságos volt, és remélem, hogy nem csak nekem, ahhoz gratulálok, amit mostanáig végigcsináltál, meg ahhoz a Temerdek támogatáshoz, amit egyébként fontosnak találtál a Bátortábortól, a nem tudom micsodáig, a te céged mindenféle hasznos és fontos ügyeket támogat, és a művészeteket is támogatjátok, mert hogy úgy tudom, hogy a feleséged megvette azt a képet, vagy szerette volna megvenni, aztán végül megkapta ajándékba, amelyik képet te ott néztél a kórtermet falán, mert hogy kortárs képekkel vannak tele, ahogy mondtam az elején, a kórtermek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon tanulságos történet, és nagyon örülök, hogy elmondtad. Köszönöm szépen. Ezt még megmutathatom ezt? Jaj, mutasd meg, persze. Ezt mindenképpen hoztam neked valamit mutatni.
hogy miket kaptam, és mik tartottak engem egy életben, a nehéz időszakban. És a Balla Romet Ági, aki a SOS Gyerekfalunak a kommunikációs vezetője, hozott nekem egy ilyen kis dobozkát, és nem is voltam annyira jóba vele. Tehát egyszer eljött hozzánk egy beszélgetésre, és hozott egy Fodor Ákos idézeteket, és ma reggel, ez a másik, amit szerettem volna megmutatni, ez a kis üveg, hogy hova rakjam be dobozba, és elővettem ezt a kis dobozt, és ez volt a legfelső idéz, hogy van, aki gyorsan fut, van, ki gyorsan olvas, ír, én gyorsan érzek. És az jutott eszembe, hogy ha nekem egy dolgot kellene kiemelnem vezetői munkám során, meg talán az életem során, hogy mi az, ami engem előre visz, azt gondolom az, hogy így igyekszem nagyon figyelni emberekre, nagyon empatikusnak lenni, kíváncsi vagyok az emberekre, és valahogy ez a kíváncsiság, ez sok mindent megold az én életemben. És tegnapig voltak nálunk barátok, és hozták ezt a kis üveget, nem tudom, lehet-e majd látni Szerintem lehet, de mutassuk meg. És ugye, amikor ezt megláttam, kaptam egy ilyen kis üveget, és az jutott eszembe, hogy a távolságot, mint üveggolyót megkapod, és ez ugye nem üveggolyó, de mégis ez az idézet jutott eszembe, hogy ez a verssor, hogy én mit kaptam, ez a távolságot kaptam, mit jelent nekem a távolság években is mérhető, és ugye ez ránézésre lehet egy vastagbél. Lehet, mert azért kicsit meghatározza, igen, lehet, a tudatodat, az állapotot. Abszolút, és lehet egy kacskaringos út, de nagyon szép fényes, és én azon vagyok, hogy nem tudom, mennyi van még hátra, de ami hátra van, azt nagyon szépen meg fényesen akarom élni, és azt gondolom, hogy ez emiatt fogok hosszú ideig élni, hogy ez a látásmódom, hogy kialakult, és sokan vannak körülöttem, akik ilyen kis ajándékokat hoznak, és ezek miatt érdemes élni. Úgy legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek köszönjük a figyelmet, jövő héten is lesz jégbüfé, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! És köszönöm a beszélgetést!